A mecseknádasdi német nemzetiségi együttes elődje, mely tudatosan igyekezett a helyi német néptánc és népzenei hagyományokat, valamint más baranyai falvak tradícióit összegyűjteni, bemutatni, helyi iskolásokból alakult 1953-ban. Hernesné Hajdu Zsuzsanna 1998-ban vette át a tánccsoport vezetését, és ő gondoskodik az utánpótlás neveléséről is. A jelenleg is több generációs tánccsoport megalapítása óta folyamatosan működik. 2000-ben lettünk egyesület, és azóta egyesületként működünk. Tehát folyamatosan működünk, az utánpótlást próbáljuk biztosítani magunknak, ami most elég nehéz, de mindent megteszünk azért, hogy ez működjön. Jönnek a környező falvakból is, tehát ilyen, valamilyen utomódon barátságot kötöttünk, és akkor kedvet kapott, és jön táncolni. Tehát Hidasról is jönnek táncolni, Pécsváradról is járnak a zenészeink, tehát mindig élőzenével táncolunk, és ők is a környező falvakból, tehát nem csak Mecseknádast, hanem zenészek, akik Pécsváradon, Gerezslakon, meg Mecseknádasdon zenélnek. Ruháink autentikus, de ezek már újak, tehát mi csináltattuk őket, de minden az eredeti után készült, az eredeti ruhák után. Ami ebben másabb, nem színes, tehát nem színesek a ruhák, hanem inkább sötétebb, tehát sötétebb színek vannak inkább. Most, ami rajtam van, ez egy mecseknádasdi, de úgy mondják fiatalos viselet. Van külön, megkülönböztetnek házaspároknak, tehát amikor már a hölgyek férjhez mentek, más volt a viselet, és hogyha még idősebbek voltak, akkor megint más. És ahogy a kor, tehát ahogy nőtt a kor, úgy sötétedett is a ruha. A németkéri német nemzetiségi tánccsoport folyamatosan bővülő repertoáriában a németkéri és a dél-dunántúli autentikus sváb néptáncokon kívül más magyarországi német, valamint osztrák táncok is szerepet kapnak. A koreográfiák között felfedezhetők azok a lépésmotívumok és táncfajták is, melyeket a mostani tagok felmenői nagy előszeretettel táncoltak Németkéren. Tolna megyei Németkérről érkeztünk. Németkér Tolna megye északkeleti részén található Paks mellett, hogyha esetleg így jobban tudják, a Duna vonalában helyezkedik el a falu. És hát 1995 óta ápoljuk a németkéri sváb hagyományokat, akkor alakult a tánccsoport. Jelenleg 30 tagot számlál a tánccsoport. Működött korábban ifjúsági tánccsoport, és a kettő csoport össze lett vonva, hiszen az ifjúság annyira felnőtt már, hogy a felnőtt együtteshez tudtuk őket csatlakoztatni. Úgyhogy ma egy kibővített csoporttal lépünk fel, viszont azt tudni érdemes, hogy a koronavírus az bennünket is, koronavírus miatti intézkedések a mi együttesünket sem kímélték. Elég sokan nehezen szoktak vissza a táncpróbákhoz, a táncpróbák megkezdéséhez, az intenzív táncpróbáknak a meglétéhez. De én úgy gondolom, hogy ma azért egy jó kis műsort össze tudtunk állítani ide Mecseknádasdra. Természetesen kötődik Németkérhez a viseletünk, ez főként a lányoknak a viseletében mutatkozik meg, eredeti németkéri viseletben lépünk fel, illetve helyesbítenék, az eredeti németkéri viselet alapján készült viseletekben lépünk föl. Van többfajta viseletünk, ünnepi viselet, van a századforduló előtti ünnepi viselet is, amit nagyon nagy szeretettel hordanak a lányok újabban, ez egy újabb fajta viselet, és van egy nyári viseletünk is, tehát talán most nem is tudom felsorolni még, hogy milyen kombinációk vannak viseletek kapcsán. Valamennyi német nemzetiségűek lakta faluban, legyen az Baranyában vagy Tolna megyében, fontos volt, hogy alakuljon egy olyan közösség, mely átörökíti a jelenbe, bemutatja a svábok tánckultúráját, életre kelti tradícióit. Come on.